A Magyar Kanizsai Önkormányzat értesíti Magyar Kanizsa Község polgárait, hogy betekintést nyerhetnek az egységes választói névjegyzék Magyar Kanizsa Község területén élő állampolgárokra vonatkozó részébe személyes adataik ellenőrzése céljából. A választói névjegyzék bevaló betekintést a Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatal épületében Magyar Kanizsán a főtér 1-es szám alatt az ügyfélfogadó központ 1-es számú toló ablakánál lehet megejteni minden munkanapon 8 és 10 15 óra között. Az állampolgárok kérhetik a Magyar Kanizsai Községi Hivataltól a választói névjegyzék lezárásáig a választói névjegyzékben szereplő adataik módosítását. Legkésőbb, öt nappal az egységes választói névjegyzék lezárása előtt a Községi Közigazgatási Hivatalnak benyújthatják arra vonatkozó kérelmüket, hogy az egységes választói névjegyzékbe beírják, hogy az előttünk álló népszavazáson a belföldön lévő tartózkodási helyükön fognak szavazni. Az állampolgárok az egységes választói névjegyzék Magyar Kanizsa község területére vonatkozó részébe betekintést nyerhetnek, ellenőrizhetik az adatok helyességét a Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatalban a választói névjegyzék vezetésére szolgáló számítástechnikai eszközökön keresztül az egységes törzszámok beírásával. A választói névjegyzékbe való betekintés elektronikus úton is megtehető az államigazgatási és helyi önkormányzat minisztérium hivatalos internetes oldalán az egységes személyi törzs szám az egységes választói népjegyzék Magyar Kanizsa község területére vonatkozó részében történő módosításra irányuló kérelmet a Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatal közigazgatási és közösügyi főosztályának kell benyújtani a választói népjegyzék lezárásának napjáig, illetve a népszavazás megtartása előtt 15 nappal. A választói népjegyzék lezárása után, valamint a népszavazás napja előtt 72 óráig minden módosítást az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium jogosult megtenni. A választói népjegyzék lezárása után, valamint a népszavazás napja előtt 72 óráig a választói népjegyzékben történő minden módosítási kérelmet közvetlenül a minisztériumnak kell benyújtani, illetve a Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatal közigazgatási és közösügyi főosztályának, aki a kérvényt haladéktalanul elektronikus úton továbbítja a minisztériumhoz. A szavazók kérvényt nyújthatnak be, hogy alkotmány alkotmánymódosítás megerősítésére 2022. január 16-ára kiírt népszavazáson a belföldi tartózkodási helyükön szavazhassanak. A népszavazás kiírásától a választói névjegyzék lezárása előtti 5 napig a választói névjegyzékbe be kell jegyezni, hogy a választó a belföldi tartózkodási helye szerint kíván szavazni, Amennyiben a szavazó az adott határidőn belül nem nyújt be kérvényt a tartózkodási helye szerinti választói névjegyzékbe való beírására, úgy csupán az állandó lakhelye szerint vehet részt a szavazásban.